és akármit én csináljak, vagy bemutassak, vagy mondjam, hogy nézzétek, itt van ez a lehetőség. És tudom azt, hogy például székelyföldiek ugyanezt tapasztaltak. Hogy egyszerűen nem érdekli az emberek. Ők avval vannak, hogy ez kész, ez a 21. század, nincs értelme foglalkozni. Ez egy nagyon-nagyon hibás nézet, mert mondom, nem csak Magyarországon áll az, hogy a kuvasz megmaradjon, mint fajt. Mert világon 500 kiskutya születik körülbelül. Úgyhogy ha abból mint 100-150-200-at tudunk kiállítani, és ez a cél, és meg fogjuk tenni, mert agresszívan csinálom, tenyésztők hallgatnak, és el tudjuk adni. Ez a fő lényeg. Szóval, ha megnézzük, hogy minden tenyésztőnek most Kanadában, mi a helyzet? Például nekem is. Hogy van egy egész listám farmeroktól előre küldött foglaló, hogy egy évet kell várjon valaki, mire oda jut, hogy kap kiskutyát, és ez a tenyésztőknek, mindegyik kanadai tenyésztőnek most ez a helyzete. Úgyhogy itt nincs, és fordítva van, nem az a gond, hogy nem tudjuk eladni, az a gond, hogy nincs kapacitás, nincs kutya. Nem tudok mit adni. És ez egy olyan dolog, amire kellene... Tehát kevesebb születik, mint amire igény lenne, és ha már ezt megkérdeztem, hadd kérdezem meg, hogy mondta néhány mondattal korábban, hogy a kuvasz azért relatíve egy ilyen ismeretlen fajta volt, akik megismerték, azok meg vagy azt gondolták, hogy egy sókutya, vagy azt, hogy nem való semmire. Minek köszönhető ez az igény növekedés? Tehát... Annak elsősorban a farmeroknak. Szóval eladok egy jó kutyát, ha az a kutya beválik, ő elmondja a szomszéd farmernak, meg a másik farmernak, vagy elmegy valahova, és felhívnak emberek, tudod, ez és ez ajánlott, hogy vegyek tőled kutyát. Ez a legjobb marketing. Ettől jobb nincsen. Az, hogy én most magyarázom, hogy ez ilyen jó, meg olyan jó, az nem annyira jó működik. Szóval a kutya word önmagad. Of mouth marketingnek word hívják, mouth, ugye? Így van. Szájról szájra magyarul. Önmagában a kutyának kell bizonyítani. Ez, amit mondok, hogy hiába itt azt mondjuk, hogy menjünk népszerűsíteni. Kinek népszerűsíteni? Mert ez a másik dolog. Mert mink is volt egy idő, mielőtt ebben nagyon belemerültünk, hogy na, gyere, elmegyünk ilyen különböző helyekre, bemutassuk a kedvencként a kutyát. Sok ember azt mondta, nagyon szép, aranyosak, imádják őket, de ők nem akarnak ilyen kutyát. Mert túl sok a szőr, vagy túl nagy, vagy mit tudom én, nem tudják kezelni, és ez van is, hogy nem tudják kezelni. Mert az ember, ha minél jobban szelektál arra a tulajdonságra, ami kell, hogy megálljon ez a kutya helyét, mint pásztorkutya, az nem fog együttműködni a városi elvárásokkal. Szóval itt vagy szelektálunk arra, hogy legyen pásztorkutya, vagy kontra szelektálunk, hogy legyen városi kutya. De a kettő igazán nem megy. Az nem azt jelenti, hogy egy jó pásztorkutya, jó agyú, jó idegrendszerű, kiegyensúlyozott kutya nem bírja megállni a helyét a városba, bírja. Sőt, azt mondom, hogy egy jó pásztorkutya, akinek jó helyzetfelmérő ösztöne van, mert ez borzasztó fontos, az mindenit meg tudja állni. És ez is egy genetikai dolog. Ez nem betanított dolog. Én nem hiszek abba, hogy ezt egy szocializálással át lehet verni. Nem lehet. Az a kutya, ami stabil, az minden is stabil lesz. Én most visszahoztam egy kant 4 hónappal ezelőtt, ami ki volt helyezve. Tetszett, hogy milyen volt, tetszett, hogy dolgozott. Nagyon jól dolgozott. 200 lyuk mellett volt, maramannákkal. Visszahoztam, az a kutya életébe pórázott. Az a kutya életében nem volt sehol. Bevittem a városba, és teljesen normálisan visel. Egyedül az a kritikám ellene, hogy nem elég emberes, úgymondva ember agresszív. Erre is visszatérnék, hogy amit kérdezett a vérvonalakkal kapcsolatban, a magyarországi vérvonalakkal, van ilyen tendencia, meg látszik a különbség, hogy meghatározott vonalak. Jobban alkalmasak arra, hogy mi a pásztorkutya igazán. Most ezt igazán meg kellene érteni, hogy milyen kell legyen ez a kutya. De van már egy olyan kontraszelekció is, ami inkább viszi az irányába, hogy ez a kutya egy általános házőr, vagy egy általános őrkutya. Látszik a viselkedés. Például vannak vérvonalak, amelyek sokkal jobban emberagresszívak. Mert tudom, hogy vannak oda, ha az olyan tenyésztők, azt mondják, hát ha 2 méterre közelebb jön akárki, akkor kutya támadja le.
Ez egy teljes, szerintem ez nem jó fölfogás. Vannak olyan kutyák, amelyek nagyon kutya és vadagresszívak, ami jobb ebbe az esetben. Nem nagyon megy az emberre. De az igazi az, ami mindenre igazán jó, kiegyensúlyozva megy. Hogy legyen benne egy emberi agresszivitás is, amikor kell, de úgy szintén menjen a vadra meg a kutyára. És ezt mind ki kell próbálni, szerintem. Úgyhogy itt látszik már a különbség, hogy meghatározott tenyésztők, vagy meghatározott élvonalak másra fókuszál. Krisztián, tudunk egy kicsit beszélni arról, hogy mik a konkrét tapasztalatok, amit ön az úgymond farmerektől hall a kuvaszok munkájával kapcsolatban? Tehát eltérések más pásztorkutyáktól, esetleg a kuvasz előnyei, esetleg a kuvasz hátrányai, mi az, amit kedvelnek benne, mi az, amit esetleg nem kedvelnek, ha van egyáltalán ilyen, hogy mi az az ok, aminek mi csak örülünk, ami miatt hirtelenyiben elkezdték keresni ezeket a kutyákat, mi az a teljesítmény, ami szimpatikussá tette ebben a farmer társadalomban? Az első dolog, amit szeretnék elmagyarázni, hogy meg kell érteni, és ezt ön ma biztos tudja, mi élet Amerikában, hogy van itt a föld, meg a birtokok felosztva. Szóval nem úgy van, itt van egy falu, vagy itt van egy másik falu, itt van között egy völgy, és az egy ilyen nemzeti vagy állami föld. Legtöbb föld privát. Ezt az első dolgot meg kell érteni, hogy itt másképp van felosztva minden. Szóval a legtöbb kutya nagy, privát farmokon, földeken dolgozik. Van olyan is, hogy vannak természetesen állami legelők, de az ritkább. Úgyhogy két fajta, úgymond a két általánosított kategória van a pásztorok, vagyis a farmerok között. Az egyik, az önkinek van egy kisebb birtoka, esetleg kevesebb jószága, vegyes jószágjai, tarti magának, esetleg hobbi célból, és esetleg nincs annyira messze az urbanizált helytől. Szóval ilyen helyre kell egy meghatározott kutya. A másik, meg aki ugye komoly farmer, rancher például, akinek van 1000 juhja, vagy esetleg több, aki kiebb van, ahol van, mit tudom én, olyan helyzet, hogy 10-12 kis kutya, 12 kutya kell, hogy legyen a falkában, vagy több, hogy azokat a jószágok bírjanak meg, fennmarad. Úgyhogy a kuvasznak van előnye, meg hátránya mind a kettő. Az előnye az, hogy a Pirineusival hasonlítva, meg a Maremannával, mert ezt a kettőt valóban ismerem. Én nem tudom megmondani, hogy most hogy dolgoznak a közép-ázsiaiak, amikor itt nem használják, mert azt mondják, az túl agresszív, az nem igazi pásztorkutya. Ez a véleményük az emberek. Szóval a Pirineusival kapcsolatban, meg a Maremannával, a kuvasz rámenőse. Ők nem annyira rámenősek, a Pirineusi meg a Maremanna, mint a kuvasz, de kevesebbet hajlamosak arra, hogy piszkálják a jószág. Kevesebbet hajlamosak, kevesebb bennük a zsákmány közt. Vannak olyan kuvasz vérvonalak, amiket felfigyelhető, hogy még generációkon át is, amikor használjuk őket, ugyanúgy, ha az anyja volt olyan, a lány olyan, a unoka olyan, szeretik piszkálni a jószágot. Egyszerűen van benne egy ilyen zsákmányos öszt. És valamikor ez csak játék. De valamikor ez komolyan megy a saját jószág után, hogy leöl. És volt olyan eset, hogy például leölt egy-két birkát a kutya, hív a farmer, azt mondja, figyelj, lelőttem. Most mit mondjak erre? Nem tudok semmit mondani. Így is elvesznek kutyák. Úgyhogy azt is meg kell érteni, ennek a farmernek az a kutya az ilyeszkod. Ez nem kedvenc. Úgyhogy ha az a kutya nem teljesít és nem csinál, amit kell, az nincs sok türelme. Úgyhogy rámenősebb, mint a pirineusi, gyorsabban konfrontálja a vadat, de valamikor az is a gond, hogy túlságosan rámenős és elmegy utána. És amikor elmegy utána, hát van esélye, hogy ugye belemegy egy csapdába és leölik. Van az is, hogy elmegy és ott hagyja a jószágot, és 2-3 óra után visszajön, és a jószág nincs addig védve. Ezért mondom, hogy vannak olyan farmerok, akik szeretik a vegyes falkát. Tudják, hogy a kuvasz el fog lehet menni utána, de a pirineusi nem fog. Ami másik, a kuvasz szeretik az, hogy a szőrzete könnyű kezelhető, szóval nem ragaszkodik össze, mint a pirineusnak, nagyon összeragad a szőre, meg nagyon kell fésülni, kuvasznak nem kell, megállja a helyét minden időjárásba, mindent meg tud enni. De ez is mondom, hogy olyan kutyákat kell szelektálni, mert már Magyarországon is előfordul az, hogy
jaj, a kutya gluten nem tolerálja, vagy csirkehús allergikus, vagy ilyen már van, tudom, hogy van. Ezt nem szabad. Szóval ennek a kutyának mindent meg kell tudni enni, akármikor, akár, és amikor nincsen elég, akkor úgy is kell legyen. Úgyhogy a másik, a pirineusi jellegző arra, hogy ugat sok. Szóval olyan helyen van, ahol esetleg valakit az háborgassa, este, éjjel a pirineusi nagyon sokat ugat. A kuvasz az kevesebbet hajlandó. Úgyhogy vannak neki előnyei, de vannak hátrányai is. A olyan helyen, ahol például van egy olyan farma, ahol sok ember jár be, vagy vevők, vagy vakármi, oda is kell, mert az meg fog valakit harapni, hogyha olyan ember jön, aki őnek ki nem tetszik. Úgyhogy itten azért szeretik, és azért csinálták ezeket a puhábbféle kutyákat, amelyek nem ember agresszívak, amik beenged akárki, de ha jön egy folyat, akkor utána, vagy szembeszáll. Én azt nem nagyon kedvelem, én szeretem, hogy legyen olyan, hogy mondom, kiegyensúlyozott, de mindenre menjen, amikor kell. Úgyhogy mindenféleképpen, ami illeti a pirineusiakat, meg a maremannákat, kuvasz megállja helyét, és sok esetben jobb. Volt egy falka, ahol volt lengyel tátrajuhász is, és ott is az ember azt mondta hogy idő után, hogy ő átáll kuvaszra, mert neki jobban tetszik a kuvasz, és jobban megfelel. Úgyhogy ezekkel a másik fehér kutyákkal nagyon jó megvan a kuvasz. Na most az igazi marketingunk ott van, ott kezd most már, hogy valaki előjön, hogy ő Sárhegyivel akarja összehasonlítani. Vagy, ami itt most kezd népszerűs lenni, az a karekacsa, az a bolgár pásztorkutya. És annak egy nagyon jó hírneve van, hogy az nagyon jó, nagyon fantasztikusok, nem piszkál jószágot. Hát lehet, hogy teljesen így. De van az is, hogy mindig valami új fajta bejön, és csinálnak vele egy marketingot. Mennyi ebbe az igazság, azt nem tudom. De mondom, a legfontosabb dolog az egész, hogy a kutya magáé bizonyítsa. Kihelyezzük, jó marketing lesz. Nem lesz jó, visszahozzák. És a másik, amit hozzáteszek, hogy mink adunk garanciát. Szóval a tenyésztők itt adnak garanciát az egészségre is, írásbelileg, legyen az diszplázia, legyen akármi. Meg adunk garanciát, hogyha véletlenül az a kutya nem jön, hogy a kutya nem válik be. Én mögött állok, én azt mondom, jó, hozza vissza, adok másikat, lecseréljük, valamit teszünk, nem hagyjuk azt, hogy hát jó, van, alattuk, azt akkor kit érdekel. Ezt nem csináljuk. És ezért van az, hogy jönnek hozzá. Mert meg lehet venni egy pirineusi, egy úgy mondjuk szaporítótól fele áron, de az nem ad semmilyen garancia. És az a kutya nem válik be, hát ennyi. És az is segít nekünk nagyon, hogy a garanciát adjuk, és amikor az a farmernak van az, hogy hát jó, van garancia, és egy kis, és az ember áll az mögött, amit csinál, akkor valahogy könnyebb azt a telat. És van eset, amikor kell használni ezt a garanciát, van eset, amikor adunk másik kutyát, még olyan, akkor is, amikor nem is a mi okunk. A kutya elszökött, elütötte a kocsi, én akkor is adok másikat. Mert egyrészt azt gondolom, lehet, hogy mi okunk, mert olyan kutyát tenyésztett. Nem tudom. Krisztián, azt szeret, még két kérdésem volna. Az egyik kérdésem az, hogy van-e bármiféle kapcsolatuk magyar, kuvaszos szervezetekkel, szövetségekkel? Ez az egyik kérdésem, akár informális. A másik pedig az, hogy ott Kanadában milyen jövőt terveznek a kuvaszokkal kapcsolatban. Tehát említette az egyet számot, de azon felül van-e valamiféle speciális tervük, vagy igazából az, hogy még jobban betörjenek erre a piacra? Hát a magyarországi egyesületekkel annyi van, hogy tudják, hogy létezünk. Most ez lehet, hogy nevetséges, de igazán semmilyen speciális kapcsolat nincsen. És ahogy mondtam, nincs értekel. Szóval nekem van kapcsolataim, például emberekkel beszélek folyamatosan, írogatok is cikkeket, ugyanilyen interjút fogunk csinálni Argentínában. Ugyanígy fogom csinálni, csináltam Finország. Akiket érdekli a pásztorkutya, akik akarnak kihelyezni kutyákat. Tehát kuvaszokkal kapcsolatban érdeklődtek Argentínából, Finnországból? És meg is kérdeztem tőlük, mondom, jó, miért érdeklődtök velem Argentínából? Azt mondja, hát azért, mert a magyarországiakat nem érdekel.
Nyíltan megmondták. Hát akkor most én nem, én csak nem tapasztalom. Az argentinok megkeresték a magyarországiakat, és nem kaptak választ, vagy nem? Ezt mondják nekem. Nem tudom, őket kell megkérdezni, de engem is megkerestek, nem én kerestem őket. Ott is van borzasztó lehetőség kihelyezni kutyát. Patagónia, Tierra del Fuego, vadak vannak, ragadozók vannak, pumák vannak, ott is a Maremanna legtöbbet dolgozik. Az a fő kutyájuk, meg a Pirineus. Hát akkor miért nem bírjuk mi megcsinálni? Ugyanúgy meg lehet csinálni. Úgyhogy lehetőségek léteznek. És ha az a cél, hogy a létszám megmaradjon, az a cél, hogy a genetika heterogén, minél heterogénebb legyen. Minden vérvonalat, ami ott is van vérvonalú kutyák. Ott is vannak magyar leszármazott kutyák 50-es, 60-as évekből. Ezt mi ki kellene használni? Nem jelenti, hogy jók a kutyák, de meg kell nézni, mi van ott. Meg kell nézni, hogy lehet-e valamit kihasználni. Úgyhogy ez az első. A második kérdés, hogy mit szeretnénk csinálni. Hát a fenotípust, szóval a kutyáknak a küllemét még mindig kell javítani valamennyire. 2020. júliusban sikerült végleg a standardet kicserélni, hogy ugyanlegyen, a magyar. Ez két évig ment, mert itt mindig más standard van. Amerikák legjobban ellenkeztek ennek, most is ellenkeznek, és nekik van egy külön standardjük, ők például elismerik a sima szőrt, elismerik a tételharapást, kisebb méretet, meg hát bírnám sorolni még. Úgyhogy itt amikor a mi klubunk úgy van felállítva, hogy ugye a kanadai Kuvasz klub a kanadai Kennel klub alatt van, és minden három évben legalább egyszer meg kell tartanunk egy klubkiállítást. Amellett, hogy mink nem foglalkozunk a kiállítással, én sem vittem a kutyámat azóta se, de minden három évben ezt meg kell tartani. Na most, ha megnézzük, hogy 2016-ban meg volt tartva 8 kutya, 2019-ben már volt 20 kutya. Úgyhogy a következőre lesz legalább 30. És sok esetben, amit nagyon szeretnék megmutatni, és múltkor is csináltuk, hogy teljesen nem betanított kutyákat farmról jószány mellől lettek behozva. Múltkor az volt a kritika, jaj, nem lettek kifésülve, nézd meg milyenek, nem, hát jó reggelt, hogy nem lettek kifésülve, hát jöttek a farmról. Lehet, hogy ki voltak kicsit kucolva, de nem voltak agyonra fürtetve. És volt olyan, hogy hát a kutya, jaj, nézd, ez fél. Hát félős volt, olyan kutya volt. Nem állta meg a helyét az urbanizált helyen. De hát ez is előfordul. De voltak olyan kutyák is, ami tökéletes volt, amellett, hogy soha nem volt nyilvános helyen, nem volt a farmról soha kívül. Na, ezeket a kutyákat is szeretnénk megszűretni, ugye az egészségügyi szűréseket megsen, legalább a diszpláziát, meg a könyökszűrést, és ezeket a kutyákat is tenyésztésbe vonni. Az az egyedüli kihívás, ugye, hogy ezt meg kell oldani. Van farmer, aki azt mondja, hogy jó, van, megcsinálhassátok, de kik fizessétek ki, hogy meg legyen szület. Na most az egészségről is, ha bírnák egy pár szót mondani, az az, hogy én, meg a többiek is itt hiszünk az igazi, úgymond a teljes egészség, vagy totál egészség. Nem a szűrésekben csak. Könnyű azt mondani, hogy itt van 4 vagy 5 dolog, amire megszületünk egy kutyát, mit tudom én, csípő, könyök, piará, mert ugye most a kuvasznál nagyon népszerű ez a piará, nem tudom, hogy ismeri a piarát. Így most hirtelenében nem tudom, miről van szó. Progressive retinal atrophy. Az egy... Jó, igen. Na és most az lett a dolog, hogy ez egy nagyon divatos dolog lett, különösen el akarnak adni kutyákat nyugatra, hogy csak mentes legyen. Jó, lehet az mentes, de az egy olyan ugye, betegség, ami esetleg öreg korba, 7-8-9-10 éves korában a kutya esetleg megfog. Hát de mi a pásztorkutyát kihelyezzünk, és nem tud akármit megenni, vagy ki ételallergiája van, az nem fogja megérni 8-9 éve. Úgyhogy, vagy ha nem tud szaporodni, mert ez is már van a kuvasznál, és ezt tudjuk, hogy van, hiába van kibeszélve, meg takarva, vagy kitekerve, hogy jaj, hát így, meg úgy, ez nem elfogadható. Azt se nem elfogadható kuvasznál, és itt ezt mi nem csináljuk, hogy mesterségesen termékenyítjük kutyákat, jó, más, ha spermával volna, fagyasztódjuk, de két élő kutya mellett nem kell azt a természetes mesterségesen bepakolni a szukába. Nem császározzuk a szukákat, azt se nem csináljuk. Szóval én ismerek olyan tenyésztőt Amerikában, aki minden áldott alom, ami születik nála, császármesztéssel van csinálva. És nem azért, mert van baj a szukának, hanem azért, mert ő azt gondolja, hogy ez így jobb, és így könnyebb.
Úgyhogy itt olyan környezetek körül él a kutya, hogy az igazán leteszteli azt, hogy mi az igazi egészség. Úgyhogy itt mínusz 40 fok télen, plusz 40 fok nyáron. Mindent kell odafigyelni. A másik dolog, amire nagyon oda kellene figyelni, ugye az a fogazat. Mert a fogazat a kutyának ugye az alapvető eszköze, amivel bír harcolni. És nem csak annyival áll a fogazat, hogy azt mondjuk, hát jó van, hát ott van minden, a foga megvan, nincs semmi, ollós a harapás, jó. Nem, a méretét a fognak is meg kell nézni. Mekkora az a fog? Milyenek azok az agyara? Milyen széles az az állkapcsolat? És mennyire kopik? Mert a rossz fogazat az fog kopni. Úgyhogy 4-5 éves kutya nem bír kint lenni, és hogy fogatlan legyen. De ez is elé tud fordulni, hogyha nem jó fog, ha rosszul zár például, vagy tétre harap, és kopik. Úgyhogy ez borzasztó fontos dolog nézni. Krisztián, van-e olyan dolog, amit ön nagyon fontosnak tartani elmondani a kinti kuvaszokkal, vagy a kuvaszokkal kapcsolatban úgy általában, és én esetleg, mint tudatlan kérdező, nem kérdeztem meg önt? Hát első az, hogy az embereknek, a kuvaszos közösségnek kellene tudni azt, hogy nem, nincs vége a pásztorkutyák. Ez nem olyan dolog, hogy most 21. század, mondjuk másik, amit ugye elfelejtettem mondani, azt, hogy például itt nagyon nagy ez a bio-organik mozdulat. Ugye ezt ön is biztos tudja, hogy minden természetes legyen. Ez azt jelenti, hogy a jószág is ki van téve legelőre, nem az istálló. Az esélye, hogy találkozik ilyen ragadozóval, az nagyobb. A ragadozókat sem nem lehet mérgezni, mint régen. Hogy lemérgeztek, mit tudom én, ledobtak mérget, a kolyotokat kinyírt. Ezt sem lehet csinálni. Úgyhogy az esély annak, hogy még jobban fog ez népszerűsülni, az meg. A másik az, hogy nem olyan fekete a dolog a kuvasznak, amit elképzel. De szerintem van egy 10 éves hézak, hogy vagy kihasználjuk ezt az időpontot, és valóban jó irányba visszük a fajtát, vagy el fog veszni. Mert ha nézzük a beltenyésztést, küldtem egy táblázatot, hogy Magyarországon évről évre emelkedik a beltenyésztés. Senki nem akar erre odafigyelni. Mindig ki van beszélve, nem, az nem úgy. Vagy úgy vannak számolva számok, hogy nem néz ki borzasztóan. De látszik, hogy például 80-as évektől felfelé, hogy mennyire növekszik. És azt is tudjuk, hogy ha eléri egy létszám, elér 10% körülményi beltenyésztést, akkor belemegy ebbe az ilyen dologban, hogy úgy hívjuk, hogy kihalási örvény, vagy angolul extinction vortex. És ez azt jelenti, hogy a létszám kicsi, a genetikai diverzitás kicsi, minden alkalommal kevesebb kölyök születik, szaporodási problémák előfordulnak, és megint csökken a populáció. És ebben nem lehet kimászni. És ez azt jelenti, hogy ki fognak halni. És ezért, ha nincs valami, csinál. Másik, amit lehetne csinálni. Mondtam, hogy a kanadai kutyákat én nekem nem tetszettek annyi. De amikor ez a kanadai kutya be van párosítva egy magyar kutyát, már egy generációban lehet sokat cserélni a fenotípusot. Ha azt a fele-fele kutyát még egyszer visszatenyésztük egy másik fajta magyar kutyához, vagy szóval 3/4 magyar, vagy 1/4 kanadai, olyan kutyák jönnek létre, amelyeket nem is venne senki észre, hogy van benne ez a kanadai fajta kutya, de genetikailag más, genetikai diverzitást kapunk belőle. Én minden párosításnál számolom a százalékokat, nem csak nekem, hanem mind a kanadai tenyésztőknek. Vannak olyan párosítások, ahol például 0,2 vagy 0,3% beltenyésztés. Úgyhogy a magyar kutyákkal én nem tudom elérni az 5% alatt. Az utolsó párosítások 5%. De leginkább 8-9-10 körül forog a dolog. Valamikor ugye vannak odahaza olyan beltenyésztett kutyák, és amik 20%-nál van. És már látszanak is a következmények. De olyan helyen az a dolog, hogy típus minden. Minden típus, gyerünk a küllemre. Hát jó, én is szeretem a jó típusos kutyát, de meg kell legyen az a dolog, ami az alapvető, hogy az a kutya tudjon élni, szaporodni, egészséges lenni. És azt kell nézzük az egészséggel, hogy mi hatásolja be a kutya életét legjobban, és melyik korban. Mindenki ráesett a piarára, jó, oké, kell csinálni, de amikor egy kutya nem éri meg az öregkort, akkor már hiába csináljuk. Úgyhogy itt olyan gondok vannak, hogy azt lehetne Magyarországra behozni külföldi vérvonalú kutyákat, frissíteni a vért, amit úgy szintén egy ilyen majdnem tabu, hogy azt nem lehet csinálni. De ki tudja azokban, mi van be. Mert van ilyen
ember, aki ezt így mondja. És lehet, hogy igaz is van. Lehet, hogy van bennük valami, ki tudja milyen felmerül, ami nem volt igazán. De frissíti a vért. És azt is vettem észre, hogy például veszünk egy magyar kutyát, ami hát olyan közepes, vagy esetleg nem a legjobb, vagy nem is a legnagyobb méretű. Bepárosítsuk egy ilyen kanadai kutyával, ami úgy szintén nem a legjobb. És valamikor kijönnek nagyon jó utód. És miért? Hát azért csak is azért, mert teljesen heterogén a két kutya. Például a fogazatban látok sokkal-sokkal erősebb fogazatot, amikor ezek a kutyák vannak keverve. Azt is láttam, hogy valamikor kijönnek jó, kemény kutyák ezekből a keverésekből. Amellett, hogy mondom, a kanadai kutyának a felmenői leginkább nem olyan agresszívabb, keményebb típusú kuvasz. De jön. Nem tudom, hogy honnan, de jön. Úgyhogy ezeket a kutyákat is használják, ezeket a kutyákat is lehetne behozni a tenyésztésbe. De itt kellene egy komolyabb, nemzetközi közreműködés. Nem csak velem, mert ugye jó, én a nyelvet beszélem, de másokkal is, más országokkal is. És ez per pillanat nincs meg, nem csak, hogy nincs meg, hát biztos, hogy láss, hogy hány fajta gondoz egyesület van már Magyarország. Talán, ha jól tudom, 3. Most már hallom, lesz 4. is. Úgyhogy ők egymás között veszekszenek, nem, hogy nézzenek ki. Értem. Krisztián, nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket elmondta nekünk. Szerintem ez nagyon érdekes lesz a pásztorkutyák után érdeklődő, a magyar pásztorkutyák után meg különösen érdeklődő nézők számára. Hát a magunk részéről csak sok sikert és további sikeres kuvasz tenyésztéseket és kihelyezéseket tudunk kívánni. Reméljük, hogy ez ilyen értelemben egy hasznos beszélgetésnek fog bizonyulni itt Magyarországon is. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépen köszönöm, hogy megadt ezt az alkalmat, ezt a lehetőséget, hogy el tudjam mondani, hogy mi van. Mert mondom, nem sok érdeklődés volt eddig erre a szinten Magyarországról. Úgyhogy remélem, hogy ezzel mindenféleképpen egy pozitív indulás lesz, hogy lesz több érdeklődés is a pásztorkutyák iránt. És a másik, szerettem volna csak annyit csinálni, hogy ugye nem minden olyan feketének tűnjön a kuvasszal kapcsolatban, amikor a pásztorkutyázásról van szó, mert nem annyira van még elveszhető. Kell cselekedni, és kell gyorsan cselekedni, és okosan szelektálni, de még megmenthet, én szerintem. Még nem vagyunk azon a szinten, hogy kész az egész. De ha hagyjuk ki, és folyamatosan kontraszelektálunk, amit látok, hogy megy, akkor sajnos attól félek, hogy valóban el fog veszni az egész. Krisztián, köszönjük szépen még egyszer, és hát akkor kellemes napot önnek. Én is nagyon szépen köszönöm.